Én szívem szerint a válaszok közül a D-t fogadnám el, hogy az állítások egyike sem igaz, mert ugye itt ezt a router biztosítja, hogy megtörténjen, de a C azért fogadja el a megoldó kulcs is, mert azt mondja, hogy a kettő közül egyiket sem biztosítja, tehát az internet protokoll önmagában ezt nem tudja megtenni, hogy a feladott csomagok a címerzethez hiánytalanul és a megfelelő sorrendben érkezzenek meg, mert azt a router fogja biztosítani. Tehát ez itt ez a megoldásnak a logikája, gondolatmenete. Jó, hát a következőkben egy kicsit úgy gondolom, hogy egy más vizekre fogunk evezni, ami annyit jelent mindösszesen, hogy megnézzük elméletben azokat a tudnivalókat most már, amiket látszik, hogy egyértelműen látszik, hogy itt ismerni kell, meg kell tanulni a vizsgázóknak ahhoz, hogy ezeket a vizsgafeladatokat meg tudják oldani.